Köszöntöm Önöket a fogadórát látják a mai adásban Rákos Keresztúr hármas számú választókörzet. Elmúlt öt évének legfontosabb fejlesztéseit és beruházásait fogom sorra venni vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban a kerületrész önkormányzati képviselőjét, Petrűci Dániát. Én is üdvözlöm a kedves nézőket. Első témánk pedig egy fontos egészségügyi fejlesztés, amely megvalósult a ciklus során, ez pedig az új lakutcai felnőtt és gyermekorvosi rendelő, amely tulajdonképpen belsőleg és külsőleg is megújult. Igen, ez az egyik olyan fontos kis része a Budapest 17. kerületi egészségügyi ellátórendszernek, ami ugye a keresztúri lakótelepen élőket érinti. Jó magam is gyerekkoromban még Szederkényi doktornőhöz ide jártam, tehát emlékszem arra, hogy ez az épület elég régóta itt van, régóta használjuk, és mint ilyen a nagy igénybevétel miatt tényleg használhatjuk, vagy mondhatjuk azt, hogy elkopott, -e elhasználódott ideje volt a felújításának. A felújítást ugye Két oldalról kezdtük meg, kívülről, illetve belülről. A külső része az hamarabb elkészült, a belső fejlesztés az egy kicsit késett, hiszen ugye azért rendelőként funkcionálnia kellett és funkcionális, illetve a befejezésként a tető volt, ami egy kis riadalmat okozott, ugye itt a szélsőséges időjárásnak köszönhetően, és annak, hogy ez az épület bár egybe egybeépült, de három tulajdonosi részre van osztva, és ebből sajnos csak a, a, az önkormányzati részt tudtuk felújítani. Ott tényleg azt mondom, hogy rés problémák miatt volt egy kis galiba, de elhárítottuk, úgyhogy egy felújított, modernizált rendelőben fog folytatódni a rendelés. Folytassuk egy másik legalább ennyire fontos intézménnyel, a Kőrösi iskolával, amely szintén egy komplett energetikai korszerűsítésen valósult meg, illetve ugye az iskolában a tornaterem padlója is megújult. Igen, hát a, a körzethez szorosan kapcsolódó kettő iskola közül az új lakot azt már elég régen felújítottuk, ott már, már tudjuk, hogy milyen egy felújított iskolát üzemeltetni. A körösi épülete, ugye több épületben ö, működik, ez a főépülete, aminek a, a felújítása megtörtént, ez szintén egy ilyen jó, bőven már 30 év fölötti épület, hát nem a legkorszerűbb technológiával épült akkor sem. Ezt most tudtuk a, a 21. század színvonalára hozni, teljes nyilázzáró cserével, teljes homlokzati megújulással, amit én egy picit ö, nehezményezek, hiszen ez volt a, a, kerület zöld iskolája, mármint a színéből, illetve a, 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 benne folyó oktatási programoknak köszönhetően. Ez most a kőrösi lett egy vidám színes gyermekeknek való iskolaépülettel, épülettel, ami én azt mondom, hogy ennek az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően tényleg élhetőbb. Ezeknek a panelépületeknek, a paneliskola és óvoda épületeknek azért nyáron komoly gondjai vannak azzal, hogy a nap süti ezeket a beton felületeket, bent sokszor tényleg 30 fok körüli hőmérsékletet lehet egy zárt teremben mérni. Ezzel a hőszigeteléssel ez ugye nem csak télen szigetel, hanem nyáron is szigetel. Tehát a nyári időszakban, értem ez alatt az iskolában a, a június félig, illetve hát a szeptember szokott még ilyen kritikus lenni, lehet oktatási munkát végezni zavartalanul. Tehát ezt is sikerült felújítanunk, megoldanunk. Ugye a körzetének jelentős részét, hogy már utalt is rá, panelek, társasházak alkotják, és az elmúlt évek során a lakó komfortérzetének növelése érdekében jelentős előrelépések történtek a házak környezetének megújulása érdekében. Milyen fő elemeket emelnek ki ezzel kapcsolatban? Két fő elemet emelnék ki. Az egyik a, a társasházi pályázat, amit az önkormányzat ír ki. Társasházak pályázhatnak rá, ugye ez a nevében is benne van. Különböző korszerűsítésekre, egészen a festéstől elkezdve, tehát az ilyen, ilyen, hogy mondjam, ilyen alapvetőnek tűnőtől, gépészeti felújításokig, tehát ö, csőcseréket lehet ö, pályázni, vagy ezeknek a finanszírozására pontosabban. Van olyan társasház, ahol a liftet újították föl belőle, hiszen itt is régi technológiákról beszélünk, tehát van olyan hely, ahol még tényleg a, 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 majdnem a 30 éves technológia dolgozik, Azért ezeket frissíteni jó pár milliós tétel, ebben tudunk a társasházaknak segíteni, és azt kell, hogy mondjam, hogy az első időszakban kicsit talán azt mondom, noszogatni kellett a társasházakat, hogy induljanak, ma már számítanak rá, ma már az évelei közgyűléseken számolnak ezzel, hogy elindulnak a pályázatokon, illetve ezen a pályázaton, ahol nincsen túl bonyolult feltétel rendszere, tehát ha a társasház működése átlátható és rendben van, akkor ezen a pályázaton el tud indulni, és hogyha olyan pályázati anyagot tud összeadni, akkor szinte biztos, hogy valamilyen mértékű támogatást kap az önkormányzattól, és kapnak ezáltal a lakók. A körzetemben a, a panelházak között kétféle féle ö, van, így ebből a szempontból, amit majd mindjárt mondok, aminek van belső zárt udvara, amelyiknek nincsen. És ezeket a zárt udvarú, ilyen nagyjából új alakú épületeket a Pesti út mentén, illetve az Újlak utcában vannak ilyen épületek, az Újlak utcában is, ahol fölnőttem, amelyeknek a két végét egy egyszerű kerítéssel le lehet zárni, így az átmenő forgalmat lehet redukálni, nincsen olyan zavartságnak kitéve, mint amikor nem volt kerítés, és azt kell, hogy mondjam, hogy a lakók ezt szeretik, kérik, vigyáznak rá. Általában éjszakára zárják, megszervezik maguk között. Talán mire adásba kerül ez a beszélgetés, addigra már az utolsó ilyen udvar is bekerítésre került, és a lakók ott is zavartalanul gondozhatják az előkerteket. Ami ugye ezek a, a társasházakról fontos tudni, hogy tulajdonképpen az előkertek azok nem a társasházhoz tartoznak, hanem azok, akik ezeket az előkerteket gondozzák, azok a mindannyiunk közterületét teszik szebbé. A legtöbb társasházban vannak nem is egy, hanem akár csoportosan több tucat lakó is, akik gondozzák ezeket az előkerteket. Ezeket képviselői keretből szoktam támogatni. Mindig jó esik, amikor ezzel megkeresnek az emberek, hiszen ők is tudják, hogy ez egy, ez egy közterület. Én nekem az esik a legjobban, hogy az emberek az őket körülvevő területekkel foglalkoznak. Munkát, időt, energiát tesznek abba bele, hogy szép legyen, hogy egy kiskert legyen, hogy gondozott legyen, hogy kiskerítése legyen, hogy locsolják. Minden nap, amikor jövök, megyek haza, vagy megyek munkába, akkor látom azt, hogy a, a kiskertek gondozói azok gondozzák. Locsolják őket reggel, délután, kapágatnak benne. Jó látni, és ezeket is tudjuk önkormányzati pénzekből támogatni, hogy még szebb, még élhetőbb legyen Rákos keresztül. Folytassuk egy másik kerületrészi fontos központi vagy közösségi helyszínnel, a Szent Keresztérrel, amely szintén egy nagy volumenű rehabilitáció ment keresztül, és új arculatot kapott. Igen, a Szent Keresztér gyakorlatilag, a, ha vizuálisan elképzeljük, nem kell messzire menni, de azért képzeljük el, ugye egy folytatása a főtérnek. A főtér rehabilitáció az már régebb óta elkészült, és a a főtértől vezető Pesti út melletti ösvényeket, ahogy rendeztük, illetve zöld területeket, ahogy rendeztük, haladtunk egyre inkább befelé a belváros felé, és itt következett soron a Szent Keresztér, aminek a, a közepén volt mecsekihargita művészasszony szobra, de egy eléggé egyszerű kis négyzetes, elbokrosodott, elfásodott berendezéssel. Ezt újítottuk fel, egy régi keresztúr hangulatát visszaidéző művészeti alkotással és egy rendezettebb képpel. Az útfelújtások sem maradtak el a ciklus során, itt két fontosat emelnék ki, az Egészségház utcát és a Pesti úti szervizutat. Ugye mindekettő fontos az autósok számára, viszont a Pesti úti szervizút az ott közlekedő busz számára is fontos volt. Igen, emiatt is két felé lehet hoztani ahol a busz jár, ugye ők szabályként az a fővároshoz tartozik, tehát a Pesti úti, a kis utcai buszmegálló, azt talán jobban ismerik így a nézők, a kis utcai buszmegálló környékének felújítása az egy fővárosi projekt volt, azt Rizlevente polgármester úr járta ki, mondhatjuk így, ide nekünk a Rákos keresztúriaknak, ami nem csak az útfelújítást jelentette egyébként, tehát hogy hogy azért aki esetleg nem jár arra, annak elmondom, hogy a teljes járdaszakaszok megújultak, a parkoló területek megújultak, tehát azok a, a társasházak, ahol ez a buszjárat jár, ők új járdát is kaptak, új a kukatárolókat áthelyezték, hogy, hogy meg legyen a deklarált helye a kukának, és ne kvázi lögdössék jobbra-balra mindig. Tehát egy rendezettebb képet mutat. Az egészségház utcát pedig önkormányzati finanszírozásból ö, újítottuk fel. Most már azt mondom, hogy befejeződött, mert az egészségház utca elejét, ahol a régen a volánbusz forgott, talán ezt így jobban tudják a nézők, azt már korábban felújítottuk, és a, a földműves utcától a körösi felé eső részt, azt pedig most ö, újítottuk fel. Ott is egy szép zárt ö, aszfalt réteggel könnyen közlekedhetővé, balesetmentessé tettük, hiszen ott már olyan kátyusodási problémák voltak, amik a gyalogos közlekedést is akadályozták néha, úgyhogy ezt is lesimítottuk, elsimítottuk, ha szabad így mondanom. Emellett pedig a kutyatartók számára is kedvező hír volt, hogy a Gyökér utcánál egy kutyafuttató létesült, amely tulajdonképpen azért is volt nagyon fontos, mert nagyon sok ott a panelház. Igen, gyakorlatilag ez a terület, amiről beszélünk, ez a Bakancsos utcától ha valaki úgy ismeri, a régi hőközpont területén található, hát félig a sportpálya, félig pedig zöld terület bekerítésével jött létre. Egyébként itt jegyezném meg, hogy az önkormányzat dolgozói voltak jelentős részben a kivitelezők. Ez egy tényleg rákos menti közösségi munka volt, annyira, hogy az önkormányzati dolgozók közössége építette ezt a kutyafutatót. Ugye a jelenleg hatályos jogszabályok szerint a kerületben, közterületen csak pórázon lehet kutyát sétáltatni, vagy szabad pontosabban. És itt Rákos keresztúron nem volt kijelölt hely, bekerített hely, ahol el lehetett volna engedni a kis négylábú barátainkat. Ez most megvalósult, elég terület van arra, hogy ott futkározzanak a kis blökik. Én azt látom, hogy egyre többen kedvelik, egyre többen élvezik azt, hogy, hogy tényleg ott még egy kicsit a rakoncátlanabb kutyus sem tud kifutni, hiszen kerítése körbe van véve, megközelíthető távolságra van, sokat gondolkodtunk azon, hogy hova kerüljön, hiszen mindenki azt szeretné, hogy a háza előtt legyen, lemegy a, a kis négylábú barátjával, és ott futkároznak egy jót. Ez egy ilyen köztes megoldás, de szerintem nagyon jó helyre került. Szóba hozta a Bakoncsos utcai sporttelepet, folytassuk ezzel, hiszen itt is volt egy fontos felújítás, egy nagyon modern és korszerű műfüves pályát kapott a terület. Igen, a Bakancsos utca annó abban a hét műfüves pályából, amit ö, építettünk, kapott egyet, és azt kell, hogy mondjam, hogy talán az egyik legkihasználtabb. Én ott lakom mellette, tehát én pontosan látom azt, hogy sokszor még este kilenckor is, sőt még kilenc óra után is villanyfénynél ö, rúgják a labdát a, a, sportemberek, akikkel ezúton is, vagy akik előtt ezúton is megemelem a kalapomat, hogy sokszor munka után még ilyen sokáig játszanak és hát ezeknek a műanyag alapú pályáknak, ezeknek a műfüves pályáknak van egy elhasználódási ideje. És ugye eleve is úgy kalkuláltunk, hogy a bérleti díj az a működtetésen felül kitermeli azt, hogy a megfelelő ciklusonként ezeket a pályákat felújítsuk, rehabilitáljuk, kicseréljünk benne bizonyos elemeket. Itt teljes pályacsere történt, tehát én azt mondom, hogy egy szinte a kapúvasaktól eltekintve egy teljesen új pályát vehetnek birtokba a sportemberek a Bakancsos utcai sporttelepen. Az elmúlt évek során számos közösségépítő esemény vált hagyománya a kerület részben, ezekből fogunk néhányat itt zárásképpen felidézni. Az egyik ilyen volt a lakótelefesztivál. Igen, a lakótelefesztivált azt annó egy pályázat kapcsán indítottuk el Szabó Rákos Hegyről. Ez Ezúton is köszönöm a segítségét. A lakótelep fesztiválnak az volt a célja, hogy az itteni közösséget megmozgassa főzőverseny volt, gyerekeknek különböző kézműves foglalkozások, este pedig koncert, kis bemutatkozó a, a helyi ö, csoportoknak. Ez teremtette meg az alapot arra, hogy Rákos Keresztúron a Rákos Keresztúriak is eljöjjenek azokra a közösségi programokra, amelyek, az egész kerületet érintik. Ugye Rákos Keresztúr elhelyezkedéséből adódóan egész Rákos Mente közepe mondhatnánk, Rákos Mente szívének, hiszen Rákos Keresztúron találhatóak azok a főbb találkozási pontok, ahol mindenki megfordul, és Rákos Keresztúron kerülnek megrendezésre ezek az események is. Ha már egy újabb eseménnyel folytatjuk, a kutyások már szóba kerültek, és hát biztos, hogy sokan ismerik az EPKA valkádot. Igen, az Epkavalkád a Bakancsos utcai sporttelepen kerül megrendezésre most már hosszú évek óta. Én azt mondom, hogy, hogy, ott is érezhető az a fejlődés, amit, amit ad a kutyás közösségnek itt Rákos mentén, Rákos keresztúron, az, hogy, hogy össze tudnak találkozni, és nem csak a környékbeli kutyásokkal, hanem, hogy mondjam szépen, profikkal is akár. Tehát akik kutya iskolával foglalkoznak, kutya oktatással foglalkoznak, állatorvossal lehet a helyszínen mindig beszélni, találkozni, eszmét cserélni, olyanokkal, akikkel esetleg nem minden nap találkozik az ember, hiszen azért ritkán járja be az egész kerületet a kutyájával a kutyatartó. A körzetben van még egy nagyon népszerű helyszín, amit eddig nem, nem említettünk meg, ugye ez a népkert, és ez szokott helyszínt adni az extrém sportnapnak. Igen, a népkert felújításakor az volt a cél, hogy ne csak egy játszótér legyen, tehát hogy ne csak egy ilyen kisgyermekes időeltöltő helyszín legyen, hanem a kicsit már aktívabb kamaszoknak, kisfelnőtteknek is legyen egy olyan terület, ahol sportolni tudnak és találkozni tudnak. Ez a gördeszka vagy BMX pálya, ki mivel használja, most egyébként azt láttam, hogy nagyon sokan használják rollerrel, és azzal akrobatikáznak ott, és igen itt a, a, az önkormányzat szervezésében minden évben megszervezésre kerül a, az Extreme Sportnap, ami én azt mondom, hogy az amúgy is kihasznált területet, még megtölti egy plusz tartalommal, még egy közösség kovácsoló erőt vissza ebbe az egészbe bele, ami előtt sokáig beszélnek róla, meg ami után sokáig beszélnek róla, hisz itt eljönnek a profik, és megmutatják a rákos keresztúri srácoknak azokat a trükköket, amiket ők szeretnének megtenni, és akár, akár segítenek is nekik, hogy, hogy minél jobban, minél biztonságosabban meg tudjanak csinálni egy-egy ilyen mutatványt. Az utolsó kérdésem pedig az lenne itt a végén összegzésképpen, hogy mennyire elégedett a ciklus során tapasztalt fejlődéssel a kerület részben. Talán azt mondhatnám, hogy ha elégedett lennék, akkor nagy képű lennék. Én azt mondom, hogy a, kerületért, a kerület részért, én és képviselőtársaim, amit tudtunk, amit a lehetőségek biztosítottak, ahogy eddig is az elmúlt öt évben is megtettünk, de világos az irány, látjuk, hogy merre kell menni és mit kell tennünk, és ezért megyünk tovább. Én pedig ezekhez kívánok nagyon sok sikert, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.